Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 20 érdekességet hoztam nektek, még pedig a Rambóról. Kezdjük egy olyan érdekességgel, amiről a magyar közönség valószínűleg nem tud. A film eredeti címe nem az, hogy Rambó, hanem az, hogy First Blood, azaz első vér. A hírek szerint stallone -nek a film első vágása nagyon nem tetszett. Még tárgyalásokat is kezdeményezett a producerekkel, hogy kivásárolja magát a szerződésből. Végül arra kérte a rendezőt, hogy a film újravágása során minimalizálja a karakterének szerepét, és a történetet inkább a többi szereplő mesélje el. Erre a kérésre a rendező rábólintott. Emellett Stallone panaszkodott a mozi hosszára is, ugyanis az első vágás három órás volt. Azt javasolta a rendezőnek, hogy kb. a film felét ki kellene vágni, a direktor pedig ebben az esetben is hallgatott a színészre. Stallone a DVD kommentárban beszélt arról, hogy annál a jelenetnél, amikor szakaszának tagjait keresi, akkor valójában a stábtagok neveit sorolja. Arról is mesélt a színész, hogy abban a városban, ahol forgatták a filmet, volt egy bár, ahol egy lány előadta, hogy nagy rajongója, és ezzel vette rá, hogy fizessen neki pár italt, illetve a barátainak. Később ezt a valójában is megtörtént esetet feldolgozta a Rocky Balboában. A film eseményei egy Hope nevű városban zajlódnak, Washington államban. Valójában abban az államban nincs ilyen város, de Kanadában van, és ott rögzítették a filmet. Amikor még nem volt kész a teljes mozi, a producerek összevágattak a rendezővel egy 40 perces promót, és ezzel házaltak. Végül ez alapján a nemzetközi jogokat 5 perc alatt értékesítették. Annak ellenére, hogy a film alapja egy könyv, az első script változatot 26-szor írták át. A hírek szerint a forgatókönyv végső változata, ami alapján forgattak, leginkább stallone köszönhető a Rambó eredeti költségvetése 11 millió dollár volt, de ezt túllépték, végül 17 millió dollár lett. Ráadásul a forgatás időben is elhúzódott, így csúsztatni kellett a Rocky 3 munkálatait. Van egy olyan plegyka, mely szerint a Rambo japánul erőszakost jelent. Ez így ebben a formában nem igaz, a japán szó jelentése vad, durva. Annak idején a film után megjelent egy videójáték is. Ebben lehetőség volt kiírtani a nemzeti gárda tagjait, illetve a helyi rendőröket. Ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy tulajdonképpen Rambo ilyet nem tesz a filmben. Nagyon sokan a Rambót erőszakos filmnek tartják, ennek ellenére az első részben szinte nincs is erőszak. Rambó az egész film során egyetlen egy embert öl meg, de ez is inkább baleset. Magát a balesetet ő okozza, de arról nem tehetett, hogy a rendőrnek nem volt bekapcsolva a biztonsági őve a helikopterben. 1983-ban leadta a filmet a kanadai TV, Ami ehhez a verzióhoz kapcsolódó érdekesség, hogy eltér a mozi változattól, sőt a késő VHS-en megjelenő verziótól is. Ha bárki bánná, hogy a Rambo TV változatát nem látta, különösebben nem kell aggódni, ugyanis elsősorban időhúzó jelenetekkel van kibővítve a film. Például a film ezen változatában a barlamban játszódó jelenet sokkal hosszabb. A film elején Teasel serif csavargásért tartóztatja le Rambót. Ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy az amerikai törvények szerint ezt nem tehette volna meg, és hogyha megteszi, akkor utána be lehetett volna perelni. Annál a jelenetnél, amikor Rambó kitör a rendőrősről, ott Stallone valóban eltörte az egyik színész órát. Ennek is köszönhető, hogy a későbbi jelenetekben végig a színészt egy raktapasszal az órán láthatjuk. A könyvben sokkal kihangsúlyozottabb, hogy Rambó vietnámi veterán tízör Sheriff pedig a koreai háborúban harcolt. A regény fontos része, hogy a két háborúra jellemző harci stílust összehasonlítja. Annál jelentné, amikor Rambó ellop egy motorkerékpárt és azzal menekül az üldözői közül az egyik felborul egy autóval. Amikor ezt a borulást vették fel, a kaszkadőr valójában megsérül. Ezután a rendező újra vetette a jelenetet, ugyanis túl hihetetlennek tartotta a borulást. Van egy jelenet, amiről tudunk, hogy felvették, azonban a film egyik változatában sem szerepel. Amikor Rambo ben van a barlangban, visszagondol arra, hogy milyen volt Vietnámban. Ehhez rögzítettek egy flashback jelenetet, ami egy vietnámi kuplerájban játszódott. Stallone évekkel később nyilatkozta, hogy leginkább azt fogta meg a szerepben, hogy úgy tekintett a karakterre, mint egyfajta modern Frankenstein szönyre. Csak ebben az esetben egy háborús fenevadról van szó, akit Trauben ezredes rakott össze. Stallone 3,5 millió dollárért vállalta a főszerepet. A producerek azonban nem tudtak neki ennyit fizetni, csak 2 millió dollárt de felajánlották neki, hogy amennyiben el tudják adni a film TV jogait, kap még másfél millió dollárt. Végül sikerült megegyezniük, és Stallone aláírta a szerződést. Amikor elkészült a forgatókönyv, a producerek megkeresték vele Al pacino -t. Azonban nem nagyon tudtak vele megegyezni, ugyanis Pacino teljesen máshogy képzelt el a karaktert, mint a producerek. A színész azt akarta, hogy Rambó figurája legyen sokkal őrültebb és egyértelműen negatív karakter. Annyira távol voltak egymástól az álláspontok, hogy végül a producerek úgy döntöttek, hogy elvetik Pacino szerződtetését. A Rambó szerepével kapcsolatban még felmerült két érdekes név, Chuck Norrisé, illetve a fiatal Terence Bármennyire is hihetetlenül hangzik, ebben az időben Terence Hill valóban Amerikában lakott és forgatott is itt. Amikor elkezdték a forgatást, két befejezésen gondolkodtak. Az egyik szerint Trautmann ezredes lőte volna le Rambót, a másik szerint a rendőrök. Ezeket végül elvetették, de a filmnek van egy alternatív befejezése, amiben öngyilkos lesz Rambó. A könyv megfilmesítési jogait 75 ezer dollárért vette meg a Kolumbia. Ők el is kezdtek dolgozni az adaptáción, elméletileg ennél a változatnál Lee Marvin lett volna a főszereplő. Az ekkor használt forgatókönyv nagyon sok tekintetben eltér a film végső változatától. Volt benne egy nagyon fontos pszichiáter karakter, és Rambo meghalt a végén. A sok előkészítés ellenére a Kolumbiának nem volt ideje leforgatni, ezért átadta az egész projektet a Warnernek ők is megkezdték az előkészítést, ekkor már felmerült a rendező neve is. Ennél a verziónál Robert De Niro komoly esélyes volt a főszerepre. Azonban később dobta a Warner a projektet, ugyanis aláírták a Párizsi békeszerződést, így úgy gondolták, senki nem lenne kíváncsi egy ilyen témájú filmre. Ezután adták el a megfilmesítési jogokat Mario Kasszának és Andy Vajnának. Ők ismét felvették a kapcsolatot a rendezővel, aki már a Warnernél is szóba került. Ezek után együttesen kiválasztották talónét a főszerepre. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Rambóról, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. Like a videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!